Edzésen szenvedett súlyos balesetet az ausztriai sí világkupa előtt, mindkét térdét megműtötték, keresztszalag szakadások miatt, de volt csonttörés és sportsérülés is. Rehabilitációja fél évig tarthat, de már elszántan elkezdett edzeni. Az olimpiára készülő alpesi sízőt, Miklós Editet kapcsoljuk, vele beszélünk most telefonon. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Edit, konokember vagy, a klinikát már elhagytad. Mennyi idő kellett ahhoz, mire a fájdalmat, az első fájdalmakat felülírta a fejedben a tervezés, azt, hogy újra kell kezdeni, hogy folytatni kell, és hogy a céloknak nem nagyon kellene változni. Szóval hogy sikerült ezt fejben uralnod, ezt a helyzetet? Itt igazából fejben már az első pillanatban, amikor felébredtem műtét után, már el volt dőlve, mert azt kérdeztem az altató orvost, hogy mikor van az edzés. Ugye az nem teljesen voltam magamnál. De úgy komolyra fordítva a szót, az első napokban már eldőlt, hogy itt dolgozni kell, és ha nem dolgozok, akkor nem fogok meggyógyulni. De azt kell mondjam, hogy a első napokban se voltak fájdalmaim, úgyhogy már a harmadik nap lábra álltam, és egyedül tudtam járni. Hát elszánt vagy. Fájdalmad nyilván a bukáskor viszont ugye óriási volt. Volt már ilyen súlyos sérülésed? Ennyire súlyos sérülésem nem volt, viszont volt ugye csonttörésem, ami súlyosabbnak mondható, tehát hogy nehezebben gyógyuló sérülés. Ami nekem szerencsém volt, hogy a térkalács innam az nem szakadt el, ugye az egy olyan sérülés, ami nagyon hosszú ideig tart. Visszapörgetted egyébként azóta fejben a történteket, akár többször is, hogy hibáztál-e, szóval, hogy foglalkozol magával a balesettel? Igen, visszapörgettem, nem hinném, hogy hibáztam, ugye nem voltak jó látási viszonyok, és szerintem egy nyom elvitt a jobb lábamat, és utána már nem tudtam kontrollálni magam. Hogyha egy meredekebb részen esek el, és az esés után nem akad meg még egyszer a sílécen, és ugye utána még egyszer átfordított a fejemen, akkor szerintem, hogy meg se sérültem volna. A kórházat már Innsbruck mellett elhagytad. Hol vagy most? Már hazatértél Csíkszeredába? Igen, már Csíkszeredába vagyok, most is épp egy kezelésen vagyok, és ugyanúgy fog folytatódni a terápia, kétszer-háromszor gyógytornázok naponta, és két masszázsom lesz. Most a következő hónapokban, az elkövetkező 3-4-5 hónapban gyakorlatilag ott leszel, és ott készülsz, és ott gyógyulsz majd Székelyföldön? Egyelőre még nem tudom pontosan, most 3 hétig biztos itt leszek, utána vissza kell menjek a dokihoz egy kontrollra, majd 6 hét után lesz egy kontroll, és hogyha már jobban tudom mozgatni, meg jobban tudom terhelni a jobb lábamat is, akkor lehet, hogy kimegyek Zakaria Zsolthoz, a kondi edzőmhöz, és neki fogunk egy, tehát nem csak gyógytorna legyen, hanem kondi edzés is. Na most mennyire vett vissza a világkupa pontgyűjtésben, világranglista helyezésben ez a baleset? Abban nem fog visszavetni, hogy a fő cél a 2018-as téli olimpiára, ugye a kvótád már megvan. Igen, a kvóta az mindenképp megmarad. A pontok szerintem maradnak, mert bejelentettük a sérülési státuszt. Ilyenkor megmaradnak, nem veszítem el. Ami viszont jó, hogy az olimpiai kvalifikációm az mindenképp megmaradt. És a céljait sem változtak, ha én jól sejtem, sérülés ide vagy oda, 6 hónap legalább a gyógyulás, de a tervek ugyanolyan merészek maradnak, te Dél-Koreába aranyéremért mész majd. Így igaz, a terv szerint szeptemberben sírre állhatok, és remélem a december elején rendezésű kanadai légkulisszi versenyen, világkupán azon már elindulhatok, és én úgy gondolom, hogy 2018 februárra már 100%-os leszek, és 100%-osan fogok tudni versenyezni az olimpián, és persze a célom az még mindig ugyanaz maradt, az olimpiai aranyérem.
Edith, gyors gyógyulást, nem elsietetted, de gyors gyógyulást kívánunk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Szia!